Új oktatóközpont és hangárcsarnok, a Tréner Kft-nél új szintre lép a pilótaképzés. Tőkésdíj. Balogh Zoltán volt miniszter, református lelkész kapta az idén 25. alkalommal átadott elismerést. Felújítás. Több mint 60 millió forintból öltöztették új köntösbe a református templomot nyírt éten. Átadták a Tréner Kft. Új oktató központját és hangárcsarnokát. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A cég és a Nyíregyházi Egyetem partnersége nyomán az országban évtizedek óta egyedülálló repülőgép pilóta képzés folyik a megyeszékhelyen. A cél pedig az, hogy a mostani beruházásokkal az oktatás színvonala tovább emelkedjen. Ez az a vadonatúj szimulátor, amellyel új szintre léphet a pilótaképzés Nyíregyházán a Tréner Kft-nél. A cégnél tanuló mintegy 120 kadétnak a szükséges repülési órák egyharmadát kell ebben a gépben teljesíteni a vizsgálőt. Ez pedig az az oktatóközpont, amelyben többek között a szimulátor is helyet kapott, a mintegy 700 négyzetméteres környezetbarát épület a pilótatanoncok gyakorlati képzését kívánja fejleszteni. A új oktatási központ azért volt szükség, hisz a kapacitásunkat a oktatótermek számával kinőttük, és legalább 3 oktatóterem és 2 szimulátorterem épült meg, amiben egyikbe telepítettünk egy ELSIM szimulátort, ami a piaci igények maximálisan megfelel, egy piacvezetőtől vásároltuk ezt a szimulátort, és ennek a központnak a szükségessége a magas létszámú hallgatók, most is kb. 120 hallgató van képzés alatt a iskolán. A megnyitó ünnepségen a Nyíregyházi Egyetem rektora kiemelte, hogy a felsőoktatási intézmény több évtizede szoros együttműködésben áll a Tréner Kft-vel. A hallgatók 7,5 éves képzésben vesznek részt, az elméleti alapok megtanulása után a 3. szemesztertől kezdhetik meg a repülési gyakorlatok elsajátítását. Mi biztosítjuk a magas színvonalú elméleti képzést, egyrészt az oktatóink és a külső óradók segítségével, a Tréner Kft. Pedig a gyakorlati képzést biztosítja. Ugye annak az első fázisa, amikor a szimulátoron gyakorolnak a hallgatók, és csak utána kerülnek valóban gépközelbe, amikor már élőben vezetik a repülőgépet, úgyhogy a mai nap azért nagyon nagy dolog a számunkra, mert egy új szimulátor kerül a képzésbe, ahol még magasabb színvonalon tudják a hallgatók gyakorolni a repülést. Kovács Ferenc polgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, mind a Tréner Kft-nek, mind pedig a Nyíregyházi Egyetemnek büszkének kell lennie az elért sikerekre. A pilótaképző centrum mintegy 2 éve együtt működik a Wizz Air légi közlekedési vállalattal, amivel sikerült elérni, hogy a jogosítványt szerző pilóták azonnal el tudjanak helyezkedni. 52 éve kezdődött a pilótaképzés Nyíregyházán, egyedül Magyarországon, másrészt a város rangja és a lehetőségek. A pilótaképzés mindig a legmodernebb képzéshez tartozik, és itt Nyíregyházán a feltételek adottak, van egy jó repülőtér, van egy Tréner Kft., itt az egyetem, az önkormányzat támogatja, és most már a Wizz Air személyében van egy olyan komoly partner, ami piacot is jelent hosszú távon, és a Tréner Kft. Az elmúlt években is mindig végzett kisebb fejlesztéseket, komolyan gondolja, és a városvezetés támogatására is számíthat. Az átadó ünnepséget követően a rendezvény díszvendégei és a leendő pilóták Verezz Zoltán műrepülő Európa-bajnok légi bemutatóját nézhették meg, aki szintén Nyíregyházán kezdte meg repülőpályafutását. A témával kapcsolatban hétfő esti 35 perc című adásunkban bővebben beszélgetünk Horváth Péterrel. Balogh Zoltánnak ítélték oda a 25. tőkésdíjat, amelyet vasárnap Kisvárdán vehetett át az emberi erőforrások korábbi minisztere. Az elismerést évről évre olyanok kapják, akik munkásságukkal segítették a magyarság helyzetét. A díjazott református lelkészt Gulyás Gergely is méltatta az átadáson. Alig akadt szabad hely vasárnap délután a kisvárdai református templomban. Az Isten tiszteleten Balogh Zoltán hirdetett igét. Ott van a kereszténységnek a szerepe rögzítve. A református lelkész nem csak ennek apropóján volt jelen a templomban. Ekkor adták át ugyanis a tőkésdíjat, mellyel idén a volt miniszter tüntették ki. Laudációjában Gulyás Gergely Balogh Zoltán rendkívül gazdag életútját emelte ki,
Mint mondta, lelkészi hivatásától a cigány felzárkózás ügyén át a konzervatív polgári értelmiség összefogásáig sokféle feladatban állt helyt. Malók Zoltán példája bizonyítja, hogy lehet szabadságunk a hitre, a megbocsátásra, a bűnbocsánatra is. Ahogyan lehet szabadságunk a közösségépítésre, a nemzetegyesítésre, a jó és rossz közötti választásra. Szabadságunk van a szeretetre, átéltre, viszonzattanra, elfolytatva egyaránt. Szabadságunk van itthon maradni és másokat is hazahívni. Szabadságunk van alkotni és teremteni. A díj odaítéléséről döntő Tőkés László Alapítvány idén ünnepli 30 éves fennállását, ezt az elismerést pedig 25. alkalommal osztották ki. Olyanok kaphatják meg, akik munkásságukkal sokat tettek a magyarság helyzetéért. A kuratórium tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy kik azok a személyek, akik a Kárpát-medencében a magyar nemzet tagjaként rászolgálnak erre a kitüntetésre. Hála Istennek, nagyon sokan dolgoznak, ebből eredően a kuratóriumnak nagyon nehéz feladata van, tehát nem könnyű a döntés. A következő években is már több jelöltünk van, és reméljük, hogy az odafigyelő munka után át is tudunk adni további kitüntetéseket. Korábban olyan személyek vehették át a díjat, mint Orbán Viktor, Makovecz Imre, Szabó Magda, a hétvégén elhunyt Sára Sándor, vagy az ünnepségen is jelenlévő Szabó Dénes nyíregyházi karnagy. Az idei kitüntetettet az alapítvány névadója is méltatta. A kevesebbről egyre többre jutott. Többre bízta az Isten. Munka és hatáskörével együtt egyre nőtt elvégzendő munkája és felelőssége. Egyre növekedett nyája, a reábizottak köre és száma. Végezetre a kis gyülekezettől az egész ország a nemzet egészének szolgálatáig jutott el, beleértve a külhoni nemzetrészeket. A tőkés díjmások mellett emlékplakettel, portréval és 400.000 forintos pénzbeli elismeréssel jár együtt. A Fidesz szerint hazudtak, illegálisan plakátoltak és szándékosan félrevezették a saját választóikat a nyíregyházi ellenzéki pártok. Ezért a helyi választási bizottság 3 elmarasztaló határozatot is hozott a szeptember 20-ai ülésén, amelyben eltiltják őket a további jogsértéstől, mondta el Szilvási István a hétfői sajtótájékoztató. A Fidesz nyíregyházi alapszervezetének alelnöke kiemelte, a kormánypárt jogszerűen szerződésben foglaltak alapján bérleti díjat fizet a plakáthelyek jogtulajdonosának. Igazából kevesebb plakáttal dolgozunk, mint amennyit szerettünk volna, viszont így teljesen jogszerű a mi eljárásunk. Ők is, hogyha nem azt alkalmazzák, hogy már pedig törvényen kívül helyezik magukat, törvények felé helyezve magukat, ennyit költenek nyomdaköltségre, a különbözetből, ha kevesebb plakátot helyeznek ki, bőven futotta volna a bérleti díjra. Több mint 60 millió forintból újult meg Nyírtét református temploma. A 2 éve kezdődött beruházás nemrég fejeződött be. Az emlékmű avatással egybekötött vasárnapi hálaadó istentiszteleten az egyházi vezetők mellett több országosan ismert politikus is részt vett. Táblákon a nyírtéti református templom múltja. Régészek szerint még az Árpád korban épült, történelme során pedig több átépítésen is átesett. 1936 után azonban jelentősebb beavatkozás nem történt rajta egészen 2017-ig. A reformáció 500. emlékévében feltárásokba és felújítási munkálatokba kezdtek, melyeknek idén értek a végére. Vasárnap a helyi gyülekezet tagjain kívül számos egyház és világi vezető töltötte meg a templomot felavatása alkalmából. Áldja és szentelje meg ezt a felújított Istenházát! Fogadja el azokat a tárgyakat, amelyeket felajánlunk neki, az új szószéket, az úrasztalát, a megújult berendezést, és áldja és szentelje meg azt a hangszert, amely Isten dicsőítésére hív bennünket. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A hálaadó Isten tiszteleten Kósa Lajos is ünnepi beszédet mondott. Meggyőződésem, hogy a szeretet jókedvű. Nem lehet igazán szeretni rosszkedvűen. Az Jóisten egészen biztos, hogy jókedvével teremtette ezt a világot. A teljes rekonstrukció során megújult a templom tetőszerkezete. Láthatóvá váltak a feltárások, mint például a megmaradt eredeti vakolat,
A külső mellett teljes belső felújításon is átesett. Kicserélték a bútorzatot, a padokat, a szószéket és Mózes széket, emellett új orgonát is kapott az egyházközség. Mindezek összesen több mint 60 millió forintba kerültek. A helyi lelkész szerint sokkal messzebbre jutottak a munkálatok során, mint azt eredetileg tervezték. Az Isten jobban tudja, mint mindig, most is jobban tudta, hogy nekünk éppen mire van szükségünk, mert az ő tervei sokkal nagyobbak, meg távolabbra mutattak a mi terveinknél. Adott nekünk különleges lehetőségeket, adott képességeket, adott talentumokat, amivel szerettünk volna élni, és úgy érzem, úgy gondolom, hogy tudtunk is élni. A hálaadó Isten tiszteletet követően a templom kertjében egy emlékművet is felavattak, amelyen a nyírt étel szolgálatot tett lelkipásztorok nevei olvashatók. Energetikai felújítást végeztek három mátészalkai intézményben. A több mint 120 millió forintos projektben érintett óvodában például minden csoportszoba és mosdó megszépült. Emellett egy parkot is kialakítottak előtte. A beruházásnak köszönhetően a fenntartási és üzemeltetési költségek is csökkennek az épületekben. Gyakran használják a libikókát és a többi udvari játékot a gyerekek a mátészalkai kertvárosi óvodában. A közelmúltban sok újdonságnak örülhettek, az intézmény ugyanis teljes körűen megújult, kívülről egy pályázatnak köszönhetően, belül pedig szülő és támogatói segítséggel. Minden csoportszobánk mosdónk megújult, öltözőinket kifestettük, klímát szereltek a szülők, és járdát készítettek. Itt mindenki összefogott, a vállalkozók megcsinálták a parkot előttünk, és példaértékű volt ez az összefogás mátészalkán, és örömmel tölt el, hogy ilyen helyen dolgozhatunk, akik ennyit tesznek a mátészalkán a gyerekekért. Az óvoda teljes kihasználtsággal működik, 150 gyerek jár ide, de jelentkező még bőven lenne, ahogy a bölcsödei férőhelyekre is nagy a kereslet. Így a térség országgyűlési képviselője szerint még több hangsúlyt fognak fektetni az óvoda és bölcsödei rendszer bővítésére. Mátészalkán jelen pillanatban 72 bölcsödei férőhely áll sorban, 72 gyermek szeretné, 72 szülő szeretné, hogy egyre két bölcsödébe felvék, úgyhogy azt gondolom, hogy van mihez nézni, van feladat, de örömmel mondom, hogy Mátészalka önkormányzata már készül a következő etapra. Van egy kis maradék forrás a megyei területi operatív programban, amit bölcsődére remélem sikeresen pályázunk, és mindent meg fogok tenni, hogy Mátészalka és Mátészalka környéki embereknek a gyerekei biztonságban legyenek, és ők el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Az óvoda felújítása egy 121 millió forintos energetikai projekt része, melynek keretében két épület is megszépült a Kölcsey téren. A fogyatékkal élők nappali intézményének fejlesztésével a város polgármestere szerint már régóta adósok voltak. A Hősök Emlékiskolája is visszakapta régi fényét, a modernebb külső és belső mellett pedig a fenntartási és üzemeltetési költségek is csökkennek a két intézményben. A település vezetője büszke rá, hogy iskolájuk egyedi az országban. Ez az egyetlen olyan, szó szerint mondom, emlékmű az országban, ahol egy iskolát avattak fel azért, hogy az első világháború hőseire emlékezzen a lakosság. Tehát itt Mátészalkán nem emlékműveket emeltek a világháború áldozatainak emlékére, hanem egy iskolát neveztek el róluk. Ez a Hősök Emlékiskolája, és éppen ezért illeszkedik Mátészalka történelmi örökségébe. Az intézmények átadóit követően az érintettek már mindhárom épületben élvezhetik a fejlesztés eredményeit. 19 diplomamunkát láthatnak az érdeklődők a Józsa András Múzeumban. A Restaurátorok műhelytitkai című kiállítás már negyedik alkalommal enged bepillantást a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős ipar és képzőművész restaurátor hallgatóinak műhely munkáiba. A kiállítás november 24-ig látogatható. Megtelt a Józsa András Múzeum nagy terme, sokan akarták az első között megtekinteni a pénteken nyílt Restaurátorok műhelytitkai 4 című vándorkiállítást. Itt a restaurátor képzésen részt vett hallgatók mutathatják be diplomamunkájukat, az 5 éves képzés alatt elsajátított tudásukat. Ez nem csak a végzősök számára nagy lehetőség, a múzeumnak is fontos mérföldkő egy-egy ilyen kiállítás. Nekünk azért fontos, hogy a műpalettánk az színes legyen, tehát nem csak képzőművészeti kiállításokat szeretnénk itt bemutatni a Józsa András Múzeumban,
hanem régészeti, történeti és a restaurátorokról szeretnék megfeledkezni. És a restaurátorok műhelyi titkaiba szerintem nagyon sokan szeretnek bepillantani. Nem véletlen, hogy már negyedik alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, nagyon nagy sikere van. Most is 19 mestermunka, diplomamunka kerül kiállításra. Hozzá 29 tábló mutatja be, hogyan zajlik a restaurálás folyamata, hogyan lesz az elhanyagolt hagyatékból vagy a föld alól előkerült maradványból valódi műtárgy. Tulajdonképpen ugye az utolsó tanév a diplomaév, de azért az őszi fél évben még más feladatokat is kapnak a hallgatók, viszont maga a diploma folyamat már korábban elkezdődik, tehát a tárgyak kiválasztása az már jóval korábban, és ami az érdekessége egy ilyen diploma folyamatnak, hogy nem az egész a manuális munkáról szól. Tehát egy nagyon hangsúlyos része a kezdeti, a megismerő szakasz, ami a kutatás, anyagvizsgálatok, felmérések, akár a restaurálást elősegítő modellkísérletek. És mindezeknek az ismereteknek az összegzéseként állítható fel a restaurálási terv, ami után ténylegesen megkezdődhet a munka. A kiállítás a restaurátor szakma megismerését teszi lehetővé, a szakmai fogásokba, a tárgyak egyedi történetébe enged bepillantást. Az ország múzeumaiban dolgozó, műtárgyvédelemmel foglalkozó szakemberek alapvető törekvését láthatja, amely a kulturális örökség védelme, helyreállítása, megőrzése jegyében történik. Az időszaki kiállítást november 24-ig láthatják az érdeklődők. Megszerezte második bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 negyedik fordulójában 18-10-es félidő után 30-27-re verte az újonc Szent István Ese csapatát. A kisvárda 4 ponttal a 7. helyen áll az élvonal tabelláján. Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első 9 percben zsinórban 5 gólt szerzett a kisvárda. A folytatásban is a házigazda akarata érvényesült, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, végül 8 gólos vezetéssel mehettek pihenőre Orbán Adrienék. A második játék részben negyed óráig minden a korábbi forgatókönyv szerint zajlott, 11 gólos különbségnél azonban akadozni kezdett a kisvárda játéka. Olyannyira, hogy a vendégek egy 8-1-es szakasz produkálva 4 gólra felzárkóztak. Dombi és Radojevic találata azonban megállította a fővárosi rohanást, így végül némi izgalmat követően 3 gólos hazai győzelemmel zárult a találkozó. Az volt a célunk, hogy nagy tempóban és fegyelmezetten kezdjük a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az első fél idő rendben működött és jó is volt. Védekezésünk és kapus teljesítményünk hatékony volt. Azt kértem a lányoktól a második fél időben az egyetlen fontos feladatunk, hogy meg ne próbáljunk kilazítani, illetve eszünk benne is az, hogy eldőlt a mérkőzés. Sajnos kár volt ezt ezek szerint megemlítenem, mert ez nem így történt, és ha bár tudtuk még növelni a második fél időben a különbséget, talán 11 gól volt a legnagyobb különbség, amikor cseréltünk, akkor drasztikusan visszaesett a teljesítményünk úgy védekezésben, mint támadásban is. A vendégek edzője érthetően csak az utolsó negyed órában nyújtott játékukkal volt elégedett. Sajnos az első 10 percben elveszítettük a mérkőzést, ami így fájó a végeredményt nézve. 40 percig tartott megtalálni azt a csapatot, aki védekezésben egy kicsit agresszívabb tud lenni. És körülbelül a 40. percben érkeztek meg végre a faltjaink, amiből le tudtuk követni az ellenfél támadásait. Sajnos a helyzet kihasználásunk az egész mérkőzésen katasztrofális volt. Ez már a második mérkőzésünk sajnos. Most csak belegondolunk, hogy a második fél időben a szüres kapus helyzeteinket belőjük, akkor más lehetett volna az eredmény. A hazaiak csapatkapitánya szerint saját maga számára tette nehézé a mérkőzést a kisvárda. Két pozitívum volt ebben a meccsben, az, hogy nyertünk, és az első 40 perc, addig nagyon jól működött minden, küzdöttünk, harcoltunk. Sajnos az utolsó 20 perc miatt viszont nem lehetünk elégedettek, nem engedhetünk meg ilyeneket, hogy ilyen hullámvölgyeket. Nekünk ezt magabiztosabban kellett volna megnyernünk ezt a meccset.
A forduló további eredményei a következők: Győri Audi Etókáci Vác 33-24, Debrecen Békés Csaba 32-30, Mosonmagyaróvár Érd 22-29, Siófok Ferencváros 31-31, Szombathely Albafehérvár 29-29 és MTK Budapest Dunaújváros 27-27. A tabella élén a Ferencváros áll 10 ponttal, megelőzve a 9 pontos Debrecent és a 8 pontos Győrt. A Kisvárda 4 ponttal a 7. helyen várja az október 4-én esedékes Vác elleni hazai mérkőzését. A 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatból 4 jutott tovább a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. A Kisvárda 1-0-ra győzött a Pest megyei Pilis otthonában. A Nyíregyháza Spartacus Taksonyban nyert 2-0-ra. A Sényű hazai pályán múlta felül 3-2-re a Jászberényt. A Balkány pedig 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel lépett tovább Ajkán. A Nagyecsed 11-esek után esett ki a Nagybajommal szemben. Az Újfehértó pedig hosszabbítás után 6-2-re kapott ki az MB2-es FC Ajkától. Most pedig híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Átadták a Tréner Kft. Új oktatóközpontját és hangárcsarnokát. A nyíregyházi pilótaképző cég egy új szimulátorral is gazdagodott, ami új szintre emeli a repülőgépvezetés gyakorlati oktatását. A képzés országszerte egyedülálló, a Wizzairrel kötött megállapodásnak köszönhetően pedig a végzett pilóták elhelyezkedése is biztosított. Balogh Zoltánnak ítélték oda a 25. tőkésdíjat, melyet vasárnap Kisvárdán vetett át az emberi erőforrások korábbi minisztere. Az elismerést évről évre olyanok kapják, akik munkásságukkal segítették a magyarság helyzetét. A díjazott református lelkészt Gulyás Gergely is méltatta az átadáson, kiemelve Balogh Zoltán sokféle feladatban bizonyított eddigi pályája során. Több mint 60 millió forintból újult meg Nyírtét református temploma. A 2 éve kezdődött, mások mellett a tetőszerkezetet, a bútorzatot és az orgonát érintő beruházás nemrég fejeződött be. Az emlékmű avatással egybekötött vasárnapi háladó istentiszteleten az egyházi vezetők mellett több országosan ismert politikus is részt vett és beszédet mondott. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 23-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is a szokásos helyen, weboldalukon visszanézhetik. Én munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor szorványosan valószínű, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 fok körül alakul. Kedd estig közepesen felhős idő várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor főleg estétől elszórtan előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. A következő napokban is változékony időre van kilátás, erősen és gyengébben felhős területekre, illetve időszakokra egyaránt számítani lehet, és szorványosan eső, zápor is előfordul. A hőmérséklet jelentősen nem változik.